Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, békesség Istentől, Isten áldja meg Önöket. Így szoktunk köszönni, és felkérem tiszteletes urat, Simo Sándor tiszteletes urat, hogy mondjon áldás szokás szerint, és imádkozzuk el együtt a mi atyánkot. Szerető és gondviselő Isten, mindenható jó atyánk! Ezekben a percekben rengeteg érzés kavarog a lelkünkben. A bánat, a szomorúság, a veszteség, a tragédia kapcsán mind meg annyi szülői, édesanyai, édesapai érzés. És az advent időszakban, amikor a láng, a melegség, az öröm, a béke és a családnak az ünnepéhez készülünk, akkor átérezzük a veszteséget. És bele simulunk a Te isteni tenyeredbe, hogy elfogadjuk az akaratodat, hogy átgondoljuk és átértelmezzük az életünket, és előhozzuk a szívünkből és a lelkünkből a legjobbat. Köszönjük Te néked, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy ajkunkra vehetjük a Te szent nevedet, hogy ebben az adventi sötétségben mi vágyakozunk a fény után, és hogy várjuk a Messiás, Jézus Krisztus érkezését, akit Te minden évben elküldesz nekünk, azért, hogy megszólítson, hogy a szívünkhöz és a lelkünkhöz érkezzen, hogy mi óvjuk, mi ápoljuk, mi szeressük, dédelgessük, és nevelhessük a szeretetnek törvényeivel. Kérünk Téged, hogy légy velünk a bűnbánatnak az órájában, engedd, hogy szembenézhessünk a tévedéseinkkel, a gyengességünkkel, az erőtlenségünkkel, de erősíts meg az erényeinkben. Engedd, hogy felnézhessünk ma is keresztény értékeinkre, és hogy minden alkalommal megtapasztalhassuk azt a kevés jót, azt a sok boldogságot, amellyel eltöltöd mindannyiunk életét. Áld és szenteld meg ezt a találkozást, és engedd, hogy az az ihlet, az az ösztönzés, az a beléd kapaszkodás, amely szerzők, írók, embereknek a lelkében megfogan, azt előhozzák, kinyilatkoztassák, és isteni ígédet, a Te terveidet nekünk a tudomásunkra hozzák. Áld és szenteld meg az együttlétünket, hallgass meg az imádságunkat, most és mind örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy szentírási gondolatot is hoztam a megnyitóra, és engedjék meg, hogy felolvassam a szentírásból, mégpedig Ézsaiás könyvének az első 8 verséből. Uziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült, magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. A számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam,
itt vagyok, engem küldj el. Amen. Kedves jelenlevő, kedves díjazottak, tisztelt hölgyeim és uraim, Simon Márton felkérésére egy néhány gondolattal is készültem, és ezzel szeretném önöket egy kicsit hangolni az ünnepre, felkészíteni. Advent van, a várakozásnak az időszaka, és mégis a gimi bennlakásának az összeomlása kapcsán a harag, a meg nem értés és a bánat van a lelkünkben. Felháborodottan állunk a tragédia miatt, és átérezzük az édesanyának, a testvérnek, a családnak a szomorúságát. És imádkozunk ma a bajban levőkért, a lányért, aki kritikus állapotban van, és a családtagokért, akik veszteséget szenvedtek el. S bár a letöltség és a fájdalom uralja a szívünket, mi mégis a hitünkkel Istenbe kapaszkodunk. Belesimulunk értelmünkkel, lelkünkkel, érzésünkkel az ő simogató tenyerébe. Átadjuk magunkat az ő szándékának, mert tudjuk, hogy nem csak bajt, nem csak nyomorúságot, nem csak bánatot ad, hanem jóságot, örömöt és boldogságot is. Én ma is az Istent kérem, hogy adjon nekünk higgadtságot, alázatot, türelmet, hogy ne a bűnöst keressük, hanem a segítő szándék uralkodjon el rajtunk. És tudjuk számba venni azt, hogy én, mint személy, közösség, miben és hogyan tudok segíteni. Mert hiszem és vallom, hogy ez a keresztény létnek az értelme. Amikor Márton felkért erre a felvezető beszédre, akkor arra gondoltam, hogy ezeket az ézsaiási gondolatokat hozom el e mai alkalomra, mert kevésbé ismertek. Jézus előtt a 7. és 8. században élt Ézsaiás proféta, és jövendőlése, amit felolvastam az utána következő mondatokban, a messiásra, a megváltóra vonatkozik, akit ma is várunk, és azért könyörgünk, hogy ez a karácsony is csodálatos legyen a mi számunkra. Négy gondolatot szeretnék az itt levőknek a szívében feleleveníteni, és a maga mélységében megéreztetni. Ezek pedig a következők: a látomás, ahogyan Ézsaiás látja a seregek urát, és aztán megijed tőle. Majd a szeráf egy fogóval parazsat vesz az égi oltáról, és megérinti a profétának az ajkát. Majd válaszol a meghívásra: itt vagyok én, negyedik gondolatként, engemet küldj el. Minden profétának vagy apostolnak az új szövetségben van egy Isten élménye, ahonnan és amiben, amiből elhivatást nyer. Istent látja Ézsaiás a trónon, abban az időben, amikor az ország ketté van szakadva, északra és délre, testvérháborúság van a héberek és a zsidók között, de Isten nem hagyja magára a népet, csak időt ad, hogy megtérjenek, hogy megjobbuljanak. Második gondolatként Ézsaiás megijed az Istennel való találkozástól, mert egy olyan képet lát, ami az ő számára elképzelhetetlen. Istent látja az égbe, a seregeknek az urát. És ez az ijegység, azt hiszem, hogy most sokunknak a szívében itt van. A félelem, a rettegés, a bánat, a szomorúság. De ebből a találkozásból Ézsaiás proféta táplálkozik, amikor harmadiként azt mondja és írja a könyvnek a szerzője, hogy az égi oltáról az angyal, a szeráf egy parazsat visz. Megérinti az ajkát, megtisztítja ennek a földi világnak a bűneitől, és azt mondja, hogy bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Milyen jó nekünk, keresztény embereknek, akik hiszünk abban, hogy Isten feloldoz minden tévedésünk alól. És meg vagyok győződve, hogy ez a felszabadulás a léleknek a szárnyalását jelenti. És ezt igazán Jézus hozza el nekünk, aki egy olyan istenképet fest a tanításaiban, az ő példázataiban, amelyben Isten irgalmas, Isten megbocsátó,
Isten atyai szeretetével mindenkit átölel. Itt vagyok én, engem küldj el. És ez a megbízatás egy nagyon mély nyomot hagy a prófétának az életében. Keresztény testvéreim, azok, akik írnak, alkotnak, tesznek a közösségért, én meg vagyok győződve, hogy ma is látják az Urat. Isten közel van hozzánk. Ahogyan az apostol mondja, Pál apostol, Isten nem itt, nem is ott van, hanem Isten bennünk van. És ebben az Isten élményben, ebben az elköteleződésben, ebben az Isten látásban, ebben az ihletben, ebben a sugalmazásban, akik írnak, egy különleges világot mutatnak meg nekünk a léleknek a szárnyával. Olyan belső ihletet, amiről sokszor még maga a szerző, a személy sem tudott azelőtt. És a megbízatással rendelkező személyek magukon hordozzák az isteni tekintetet, mert mindig valami többletet akarnak tenni, adni ennek a világnak. Megtisztulnak azáltal, ahogyan érzik, teszik, és a munkájuk által belekerülnek Isten csodálatos világának a vérkeringésébe. Ezért nagy figyelem, mély elkötelezettség és a soha meg nem hátrálás jó szándéka kell legyen abban, aki ezt a hivatást vállalja, legyen bármi is a munkaterülete. Amikor karácsonykor megszületik majd nekünk Jézus, akkor nekünk is ezt az örömöt és ezt a belső ihletet hozza el, amely felvillanyoz, erőt ad, és kitartást ebben a sokszor kilátástalannak tűnő világban. Ma a Székelyudvarhelynek és a környékének hiszem, hogy arra van szüksége, hogy összefogjon, imádkozzon, cselekedjen és jót tegyen. Mécs László adventkor versével zárom beszédem. Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk. Illendő ruhában méltóképpen várjunk. Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget, s a ma jobb hazában megláthassunk téged. Isten adjon önöknek, nektek egy áldott, békés karácsonyt. Amen. 1995-től minden év decemberében a Csíkszeredai Bálint András Alapítvány Bálint András emlékdíjat ad át olyan székelyföldi íróknak, publicistáknak, illetve közművelődéssel, közösségszervezéssel foglalkozó személyiségeknek, akik a tragikus hirtelenséggel elhunyt csíkszeredai szerkesztő újságíró negyed századot átfogó munkássága szellemében tehetséggel, példaszerű tartással és elkötelezettséggel kiemelkedő színvonalon képviselik és szorgálják Székelyföld magyarságát és mindenkori érdekeit. Bálint András, a Hargita, később a Hargita Népe napilap egykori szerkesztője, főmunkatársa mindig azt szorgalmazta, hogy az újságíró legyen szemfüles, felkészült, ismerje a terepet, az írása legyen szép és igaz, kerek és tartalmas, közérthető és gondolatébresztő. Bálint András emlékdíjat a család és tisztelői alapították azzal a szándékkal, hogy az elkötelezett újságírók irányába küldjenek üzenetet, az érdemes munkáért köszönet és megbecsülés jár. Hiszen abban az időben a rendszerváltás reményéhez közel közíróink, újságíróink munkájukat a legtöbbször fizetség nélkül vagy megalázóan kevés juttatásért végezték. Az újságírás küldetés, mondotta Ferenc pápa, az újságírás nem egy mesterség, sokkal inkább küldetés vállalása, egy kicsit olyan, mint az orvosé, aki azért tanul és dolgozik, hogy gyógyítsa a világban lévő rosszat. A díját adó mottóját a Szentatyától vettük, meghallgatni, elmélyíteni és elmondani. A meghallgatás egy újságíró számára azt jelenti, hogy van türelme négy szem közt találkozni az emberekkel, az elhangzott történetek főszereplőivel. Ott kell lenni az adott településen, az élet jelenségeiben, találkozni emberekkel és megtapasztalni a mai idők jeleit. Minden hír, minden tény, amiről beszélünk, minden valóság, amit leírunk, további tanulmányozást igényel. Igen, egy olyan időszakban, amikor milliónyi információ érhető el az interneten,
És a legtöbben már a közösségi médiákban szereznek információkat és alakítják ki a véleményüket. A legfontosabb feladat a tények elmélyült tanulmányozása, mielőtt elmondanánk az embereknek. Az előbbieket szem előtt tartva döntött a kuratórium a kitüntetett személyekről. Idén 4 díjat adunk át. Elsőként életműdíjjal tisztelgünk a 80 éves Nagy Miklós Kund újságíró, szerkesztő, művészeti író, publicista, rendkívül gazdag alkotói tevékenysége előtt. Alapítványunk titkára Mirk Szidónia olvassa fel a laudációt, Börönyi Domokos írását. Nagy Miklós Kund egyike az erdélyi magyar művelődés legelkötelezettebb, legkitartóbb és legtermékenyebb munkásainak. Érdeklődik, tájékoztat, megnyit, méltat, értékel, laudál, felköszönt. Szervez, támogat, segít, lebonyolít. Szerkeszt, javasol, értékel. Véleményt mond, feltár, leleplez, bírál, közöl, hetente publikál. Sportol, jól focizik. Örökmozgóként sokat gyalogol, utazik, társadalmi életet él, gyümölcsöző kapcsolatokat épít ki és ápol, barátait tiszteli és megtartja, jó indulatot, szeretetet sugároz, rossz nyelvek szerint nincsenek ellenségei. Tekintélyét fokozza az a csöppet sem mindennapi jó tulajdonsága, hogy a humora is kiváló. Nagy Miklós Kund publicista, szerkesztő, művészeti író, műfordító Nagyenyeden született 1943. december 6-án. Pályájának két jelentős színhelye, Enyed a szülőváros és Marosvásárhely. A Bethlen Gábor kollégiumban érettségizett 1961-ben, 65-ben a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán román-magyar szakos, 1973-ban a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. Rövid ideig tanárkodott, közben is már riporterként, később szerkesztőként, kulturális osztályvezetőként dolgozott. A Marosvásárhelyi Rádió magyar adásánál 1968-85 között elsősorban az irodalom és a művészetek népszerűsítésével foglalkozott, majd a területi stúdiók felszámolása után 1985-től 89-ig a Maros megyei Vörös Zászló napilap szerkesztője volt. Rádiós tevékenységéről sosem mondott le. Az 1990-ben újraindított Marosvásárhelyi Rádió és a frissen alakult helyi népújság belső munkatársa lett. A lapnál művelődési rovatvezető, 1991. decemberétől főszerkesztő helyettes, majd főszerkesztő 2012-ig. Nyugdíjba vonulása inkább csak formális, hiszen töretlen igyekezettel, irillésre méltó energiával és következetességgel folytatja minden megkezdett pászmáját. A munka termése már a jó részt beérett, felmérhető, értékelhető. A saját és az általa sajtó alá rendezett könyvek száma 30-nál is több. Interjú és riportkötetek, ezek közül is kiemelkednek a Pallas Akadémia műterem sorozatának darabjai. Önmagáról, személyiségéről 2018-ban megjelent reprezentatív kötetében így van. Mikor 50 évvel ezelőtt bemerészkedtem a publicisztikai útvesztőibe, és egyre több ismeret és tapasztalat birtokában igyekeztem elkerülni a zsákutcákat, megosztva foglalkoztam ezzel is, azzal is. Elmélyültem ebben is, abban is, tudósítottam innen is, onnan is. Gyanús lehet ez a sokféleség, de alaptermészetem a kíváncsiság. Ezt hála Istennek a mai napig megőriztem. Minden érdekel, ami körülöttünk és a nagyvilágban történik, és amit erről tudok, gondolok, azt minél több információval és a magam meglátásaival dúsítva próbálom közzétenni. Sokan lélekörlő taposómalomnak vélik az újságírást. Izgalmas kalandnak is tekinthető. Én ezt vallom, többek között ezért nem tudtam abba hagyni, jóval túl a nyugdíjkorhatáron sem, noha akár elegem lehetett volna belőle, hiszen lélektelen időkben is megtapasztaltam emberpróbáló nehézségeit. De a megújulásnak is cselekvő részese lehettem, s úgy érzem, továbbra is van még mondani valóm.
Sokáig voltam rádiós, a rádiózás minden műfaját kipróbálhattam, belekóstoltam a tévézésbe, videózásba is, magához vonzott a sajtó. Az írás, a lap és könyvszerkesztés több mint 3 évtizede mindennapjaim meghatározója. A sajtóelmélet és kutatás is foglalkoztatott, egyetemi szintű oktatásába is bekapcsolódhattam. Sokoldalúságát mutatja, hogy ami elsődlegesen érdekli, az szinte kizárólag kultúra központú, miközben a közélet eseményei sem kerülik el figyelmét. Közszereplőként jeleskedik. Többrétű szerepvállalása, kurátori munkássága közismert. Kötetbemutatók, kerekasztalbeszélgetések, tanácskozások aktív résztvevője, tárlatok megnyitója, életművek méltatója, alkotók laudálója, ünnepi felköszöntője, s mindezt a sok szerepet illő alázattal, irigylésre méltó felkészültséggel, bölcs nyugalommal, tartásos eleganciával teszi, miközben föl-fölvillan szordínos, élvezetes humora. Nagy Miklós Kun társaságában jól érzi magát az ember. Valaki egyszer a múzsák karnagyának nevezett, írja. Igen, arra törekedtem, hogy Kalliope, Thália, Euterpe, Cleo és a többi ihletadó múzsa mindig elérhető közelségben körülöttem legyen. Lehet, hogy részlehajlónak látszom, kedvencként a képzőművészetnek is én nagyobb figyelmet szentelek, de az irodalom, a színház, a zene, a fotóművészet, a tánc, a szellem, a kreativitás és tehetség meg annyi más megnyilatkozása is folyamatosan ott van az érdeklődési köröm fókuszában. Legkedvesebb zsurnalisztikus műfaja az interjú. Őszinte beszélgetés, amelynek során a kérdező, a dialógus irányítója arra tudja késztetni alanyát, hogy az igazat mondja, ne csak a valódit. A digitális korszak divatos produktumainál sokkal többre becsüli a szemtől szembeni találkozást, hiszen az élő szó, az élő beszéd varázsa nehezen helyettesíthető. Sokkal többet árul el az interjú alany személyiségéről, mint egy levélben elküldött kérdéssorra írásban megfogalmazott, emelkedett hangú, jól fésült önvallomás. Amikor pedig alkotásról, művészetről szeretnénk faggatózni, még nélkülözhetetlenebb a spontaneitás, az intimitás illúziójának a megteremtése. Amikor munkáikról beszélnek az írók, költők, művészek, lényegében legbelsőbb énjüket fedik fel, nyilvánvaló, hogy bizalom nélkül nem születik őszinte jó interjú. A bizalmat ki kell érdemelni, és ha ez sikerül, akkor érezheti úgy a riporter, hogy nyert ügye van. Akkor számíthat arra, hogy alanya képes eltekinteni attól, hogy amit mond, nem egyetlen emberre bízott vallomás, hanem egy tágabb nyilvánosság elé kerülő kitárulkozás. Több mint fél évszázad interjús tapasztalata mondatja ezt velem, fűzi hozzá. Rádiós szerkesztőként, újságíróként rengeteg beszélgetést rögzítettem hangszalagra és más hanghordozókra. Több ezer ilyen mozdanat lehetne a nyilvántartásomban, ha vezettem volna ilyesmit. Mindenit nyújtott számomra valamit. Mindenikből tanultam valamit, de nagyobb részt feledhetünk. Igazán fontos, az évtizedek múltával is figyelmet érdemlő interjúm sokkal kevesebb volt. Azokra viszont ma is emlékszem, és hiszem, hogy a szóra bírt egyéniségek méltók arra, hogy mondandójuk könyvbe emelve is szárnyaljon, korokon, éveken át. Nagyanyád hosszú útra tarisznyálta fel érdemes fiát. Ízig-vérig, Marosvásárhelyivé válva, sosem tagadta meg a Betlen Gábori örökséget. Az egykori székely főváros pedig befogadta, megkedvelte. Nagy Miklós Kund Marosvásárhely és az erdélyi magyarság kultúréletének tisztelt, megbecsült gyarapítója. Munkásságának műfai sokszínűsége egyben korrajz is. Hitelesen, biztos kézzel rajzolja fel a 20. század végi és a 21. század elejé erdélyiség gazdag, többrétű, színes szellemi arculatát. Kedves örömömre szolgál írni róla, emlékezni és köszönteni, hiszen 90-től nyugdíjazásomig aféle segédfogalmazóként
a Napi Lap heti irodalmi művészeti melléklete, a Múzsa belső munkatársa, időnként társszerkesztője is lehettem. Isten éltesse őt és olvasótáborát, lehetőleg sokáig. Én mindenek előtt meg szeretném köszönni az alapítványnak és a kurátoroknak, hogy rám is gondoltak. Nyilván gratulálok a kiváló társaknak, akik szintén átvehetik ezt a megtisztelő díjat, és életmű díjról lévén szó, hát elsősorban akkor én természetesen egy kicsit próbáltam magamban felidézni a múltat is, de ugyanakkor arra is jutottam, hogy ez a múltat is elém varázsolja, de ugyanakkor a jelent is. És számomra ez nagyon fontos, hogy még mindig a jelenben vagyok, és remélhetőleg még egy kicsit lehetek. Különösen fontos számomra ez a díj, mert valahogy azt is eszembe juttatja, hogy ezt a székelységtől kapom. Én Nagy Egyeden Bethlen Gábor kollégiumában tanultam, az ő szellemiségét kaptam, szívtam magamba, és igyekeztem továbbadni, de ugyanakkor anyai ágon székely gyökereim is vannak, tehát így annál is inkább megbecsülöm ezt az elismerést. És hát itt sokat lehetne beszélni, mert hát tényleg elhangzott Bölöni Domokosnak a szívhez szóló, mármint az én szívemhez szóló méltatását, amit Mirk Szidónia olyan jókedvel és szívesen olvasott fel, azt hiszem. És abból sok minden kiderült, hogy én ezrével találkoztam emberekkel, baráti kapcsolatokat köthettem a munkám révén, és ennek folyamán rengeteget tanultam tőlük is, az élettől, és azt kell mondanom, hogy igen, az az igazán nagy bizalom, amikor ezek az emberek, akiket igyekszem megszólítani, kitárulkoznak, elmondanak nagyon fontos dolgokat önmagukról, a családjukról, hitvallásukról. És ez a bizalom, ez az, ami az újságírót, a publicistát tovább élteti. Abban a kivételes helyzetben vagyok, ezt nyilván a korom is hozta, hogy az alapítvány névadóját, Bálint Andrást jól ismertem, mondhatnám, hogy barátok is voltunk, igaz, hogy távolról csak, hiszen én Marosvásárhelyen éltem, de egyszerre léptünk erre a rögös pályára, ő újságíróként, én rádiós újságíróként nagyon sokszor találkoztunk, és elnéztem, amikor a vetítés volt, hogy milyen fiatal volt, és milyen fiatalon távozott végleg. Nekem adatott valamivel több időszak, és neki azt köszönöm most, hogy egy olyan, és a családjának, hogy egy olyan díjat hoztak létre, amely igyekszik visszaállítani az újságírást, mint küldetés becsületét. Tudjuk, hogy a mai világban milyen a média munkások élete, most már inkább úgy mondják, hogy média munkások, és nem úgy, mint olyan újságírók, akik elhivatottságot éreznek, akik küldetésként, szolgálatként teszik a dolgukat. Igen, hát az is fontos számomra, hogy most itt lehetek Székelyudvarhelyen. Ez szomorú időszak, és én remélem, hogy a székelyudvarhelyiek minél hamarabb fel tudják dolgozni ezt a tragédiát önmagukban. De számomra ez egy nagyon kedves város. Rádiósként 1968-ban, amikor kezdtem, az első tereputam ide vezetett.
és már akkor nagyon sok kedves, fontos, felejthetetlen székelyudvarhelyi emberrel ismerkedtem össze, az ismerkedésből aztán barátság lett. Többek között Maszelka Jánossal, akiről egy könyvet is írtam, egy kis monográfiát, és milyen a véletlen. Tegnap megnéztem, visszagondoltam rá, és Maszi, ahogy annak idején az udvarhelyiek nevezték, az a kedves ember, pontosan 20 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. Tehát milyen véletlenek vannak. Most örülök annak, hogy újra a jelenlevők emlékezetébe tudom hozni az ő emlékezetét, az ő különleges alakját, az ő személyiségét, azt a mindig vidám emberséget, amivel fogadott. És még sokat mondhatnék, de azzal szeretném befejezni, hogy igen, én a kultúráért, mint ahogy a többiek is, minél többet akarnék tenni. És remélhetőleg valamiket tettem is. A kultúrán keresztül az emberekért. De ennek az egésznek, ennek az 55 esztendős munkásságnak van egy másik oldala is. Az, amit én kaptam annak folyamán, amíg ezt az önként vállalt szolgálatomat tettem, végeztem, azt, hogy elhitették velem ezek a rendezvények, ezek a találkozások, ez a kettős kapcsolat, hogy szükségük van rám, hogy szükség van egyáltalán az én munkámra, az én hozzájárulásomra is, ahhoz, hogy mindannyian tudjunk tovább haladni, és ezért is köszönöm ezt a díjat úgy, mint egy további biztatást arra, hogy ne álljak meg itt. Az életmű remélhetőleg tovább gazdagodik. Köszönöm szépen!